Szünet után alapvetően megváltozott a játéképe, nyomasztó labdabirtoklási fölénybe került a pirosmezes újvárosi csapat. Sorra dolgozták ki kapura mindig veszélyes helyzeteiket, és percekre a kapujukhoz szorították a szekszárdi csapatot. Igaz, negyed óra elteltével egy szorványos UFC kontráb egyikéből akár két gólra is növelhette volna előnyét a hazai csapat, ám Péter Antal kis területen elegáns passzal szöktette a meglehetősen nagy gólhelyzetben lévő Királyházit, aki a tőle szokatlan módon elrontotta a nagy gólhelyzetet, meccslabda volt. Ezt követően még nagyobb nyomás nehezedett a szekszárdi kapusra. A lelátóról is érezni lehetett, több szekszárdi játékosnak erénléti gondjai lehetnek, mint utólag kiderült, voltak is. Több fölöslegesnek mondható szabálytalanság csúszott be a szekszárdiak részéről, ennek is tudható be Németh Kristóf kiállítása, mint egy 20 perccel a vége előtt két sárgával, majd a 83. percben a csereként beállt Márton Erik is mehetett idő előtt zuhanyozni. A kettős ember hátrányban hősiességre szerencsére is szükség volt ahhoz, hogy nem egyenlít ki a Dunaújváros. No, és egy kitűnően védő bravúrok sorozatát bemutató kapusra is. A tehetségét már a tavaly évben is megmutatkozó fővárosi vasas nevelésű Mityok Roland vetődéssel, kifutással, de valahogy mindig mentette a helyzeteket. Bizony meleg helyzetek voltak ezek. Ezzel a teljesítményével a szekszárdi győzelem fő részesévé vált a kapuvédő, és a teljes mezőny egyik, hanem a legjobbja volt. Nyáron elég sokat dolgoztunk, megtoltuk a felkészülést. Nagyon kemény kapus edzéseket csináltunk, tehát fel voltam készítve. Szerintem nagyon vártam már az első meccset, szerencsére jól sikerült. Mityok Roland ezzel elérte azt, hogy esetleg a következő meccsen is ő álljon a szekszárd kapujában, de akkor sem lesz csalódott, mint mondta, ha esetleg a korábban első számú kapus Szücs Krisztián kap bizalmat DNS Pál edzőtől. Nehéz bekerülni. Nagyon örülök, hogy engem választottak. Aha. Aztán majd jövéten kiderül, hogy ki fog állni. A fiatalembernek pályafutását illetően komoly tervei vannak. Szeretne mihamarabb osztályt, illetve több osztályt is váltani. Azért dolgozok, hogy akár egyel vagy kettő osztályjal feljebb tudjak játszani. Hát én mindent meg fogok tenni, aztán majd, ahogy majd eldől. DNS Pál örült, hogy megszakadt a csapat szeptember óta tartó nyeretlenségi sorozata. A másik pozitívum az, hogy akiket igazoltunk, 5 játékost, mind a védelemben, középpál, mind a támadó szekcióban mindjárt kezdők voltak, bevetésre kerültek, úgy gondolom, hogy helytáltak, úgyhogy a mai mérkőzésen mindenképp nagy győzelmet sikerült aratni. Rákérdeztünk a kondicionális problémákra is, amelyek elsősorban az újonnan igazolt játékosoknál voltak fellelhetőek. Én sikerült azért az átigazolás végére olyan keretet összehozni, amelyik én úgy gondolom viszonylag stabilabb lett a keretünk. Azon dolgozunk, hogy akiknek van edzéslemaradásuk, hogy minél előbb utolérjék magukat, és még ütőképesebbek legyünk. Hogy mindegyik új játékosunk helyt áll, tehát azt láthattuk, de hogyha valaki figyelte, a Mayer Milán, a Péter Tóni mellett szenzációsan megtartotta a labdákat, ráadásul ő fejelte az első gólt, tehát nagyon veszélyesen játszott. Miután az a helyzet is előállhat a szekszárdi UFC-nél, hogy csatárposzton a korábbinál nagyobb lesz a versengés a csapatba kerülésért.